Pörög az autópiac, közel 100 ezer új személygépkocsit helyeztek forgalomba az év első 8 hónapjában. Vízügyi beruházás, mintegy 1,2 milliárd forintos Európai Uniós forrásból épült tájgazdálkodás és vízgazdálkodási infrastruktúra a Berekben. Fogva tartottak az iskolapadban, 3200 elítéltnek kezdődött el az iskola a hazai büntetés végrehajtási intézetekben. Több mint 30%-kal nőtt az új autók eladása idén tavalyhoz képest. A Költség Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Így már közel 100 ezer új személygépkocsit helyeztek forgalomba az év első 8 hónapjában. A jelentős növekedéssel a 2008-as válság előtti szinten van ismét az új autók eladása. A nagyobb vásárlási kedv annak is köszönhető, hogy az utóbbi évek gazdasági fellendülésének hatásait már a magánszemélyek is érezhetik. Ezek az új autók még eladásra várnak ebben a nyíregyházi szalonban. Itt is naponta többen keresnek már használt helyet inkább új személygépkocsit. A gazdasági válság korábban megviselte az autópiacot is, azonban az új autók eladása ismét a 2008 előtti szinten van. Csak idén augusztusban jelentősen 45%-kal közel 13 ezer darabra emelkedett a forgalomba helyezett új autók száma az egy évvel korábbihoz képest Magyarországon, és csak az év első 8 hónapjában közel 96 ezer új személyautó kelt el. A tavalyi évben azt satszolták, hogy kb. 20%-kal fog nőni ugye a magyar piac, az autópiac. Ezzel tekintetben ugye 1-től 8 hóban ugye az látszik, hogy 31%-ot emelkedett, tehát 11%-kal úgymond túl teljesített az autópiac Magyarországon. Mi ennek nagyon örülünk, hiszen most már elérhetjük azt a számot, ami tényleg a válság előtti időszak volt, és hogyha ezt az ütemet tudjuk tartani, akkor akár 165 ezer darabos magyarországi forgalomba helyezést is elérhetjük, ami azért 2008 előtti időszak. A növekedés annak is köszönhető, hogy a gazdasági fellendülés pozitív hatásait már nem csupán a vállalkozások érzik meg, hanem a magánszemélyek is. Bérnövekedés történt, a befektetéseik ugye lejárnak, a megtakarítások, egyre több a bevétel, ráadásul arról nem beszélve, hogy most már a finanszírozók is fix kamatozású, forint alapú finanszírozást biztosítanak az ügyfelek részére, és azért így megnyugszik a magyar gazdaság, szívesebben vesz fel finanszírozást, hitelt, és akkor ezzel tud kalkulálni, tervezni a jövőben. Bányácski Anita azt is elmondta, a vásárlók körében jelenleg a városi terepjárók a legnépszerűbb modellek. De nem csak az új személyautók eladása nőtt idén, hanem éves viszonylatban nőni tudott a kis haszonjárművek kategóriája is, mintegy 19%-kal, 20%-ot megközelítő növekedést értek el éves viszonyításban a nagy haszongépjárművek is, a motorkerékpárok forgalomba helyezése pedig tavalyhoz képest közel 41%-os bővüléssel nőtt 300-ra. Mintegy 1,2 milliárd forintos Európai Uniós forrásból épül tájgazdálkodás és vízgazdálkodási infrastruktúra a Berekben. A projekt célja, hogy optimális területhasználat mellett a tájgazdálkodás és a természetvédelem érdekében meg tudják tartani a vizet a térségben. Ez segítséget nyújt majd a mezőgazdaságból élők, valamint a Berek védett élővilága számára is. A műszaki munkák befejeződtek, a projekt zárása októberre várható. Mintegy 1,2 milliárd forintos Európai Uniós forrásból épültek vízkormányzó rendszerek a Berekben, amelyek szerves egységet alkotnak a már meglévő vídművekkel, így például ezzel a Tarpa határában lévő nagy beresztő zsiliprendszerrel is. A térképen jól látszik, hogy a Berek mely részein valósult meg tájgazdálkodás és infrastruktúra fejlesztés. Ennek köszönhetően javult a környezet állapota, miközben a gazdálkodók életkörülményei is kedvezőbbé váltak. Beregi tározóra ráépült ez az egész projekt. A beregi tározónak a célja az elsősorban árvízcsúcs csökkentés, tehát ott az árvizek kivezetése és így gyakorlatilag az árvízi biztonság növelése. Itt a célok mások. Itt a célok tulajdonképpen tényleges vízgazdálkodási célok. Itt nem feltétlen az árvizek kifezetése, hanem kifejezetten a vízszegény, alacsony vízállású időszakokban történő vízpotlások lehetősége valósul meg. Ugye épült két tiszai vízpotló műtárgy, amivel gyakorlatilag aszályos időben a Berekbe tudunk vizet juttatni. A projektben mintegy 20 település, 22 ezer lakosa és több mint 860 hektárnyi terület érintett, ahol optimális esetben megközelítőleg 7 millió köbméter vizet tudnak visszatartani a vízügyi szakemberek.
ezzel a száraz, aszályos időszakban segíteni tudják a gazdálkodókat, biztosítva a megfelelő mennyiségű öntözővizet, valamint a vízkormányzással elő tudják segíteni a természetvédelmi értékek megóvását is, amelyhez több száz műtárgy segíti a vízügy szakembereit. A műszaki tartalom nagyságrendileg szinte minden területét érintette a vízgazdálkodásnak. A projekt keretében anyagnyerőhelyek, vízes élőhelyé való átalakítását végeztük több helyen, a legfontosabb a gerénési anyagnyerőhely. Vízpótlást építettünk ki két helyen, a Beregi tározó beeresztő műtárgyánál és Tivadar környékén, ezzel lehetőség nyílik szivattyús vízpótlásra, illetve gravitációs vízpótlásra is. Ezen kívül csatorna rekonstrukciókat végeztünk, körülbelül 57 km hosszan a átvett császlósti csatornákon. Ezen kívül még volt műtárgyrekonstrukció, nagyságrendileg 73 darab, ebbe voltak zsilipek, átereszek, ezen kívül még építettünk új műtárgyakat is, ami 26 darabot érintett, ebből egy darab nagyobb, az M20-as jelű a Makócsa főcsatornán, a többi kisebb műtárgyat építettünk, ami a környező hortmedrekbe tudjuk a vizeket visszatartani, illetve pótolni. A beruházás 2017. februárjában kezdődött, mára pedig műszakilag elkészültek a vízvisszatartó rendszerek. A munkálatok keretében összesen 26 új műtárgyat építettek, és 73 már meglévőt újítottak fel. Így a Bereg térségében mintegy 200 kilométernyi csatornahálózat, és több mint 200 műtárgy segíti a vízgazdálkodást. Majdnem minden ötödik fogvatartottnak, összesen több mint 3200 elítéltnek is elkezdődött az iskola szeptember elején a büntetés végrehajtási intézetekben. A büntetés végrehajtási szervezet az alapfokú oktatás általános biztosításával, a szak és betanított képzések elérhetővé tételével növeli a fogvatartottak szabadulás utáni elhelyezkedésének esélyeit. A magyar börtönökben a fogvatartottak közül évente átlagosan mintegy 2500-an szereznek valamilyen iskolai végzettséget vagy szakképzettséget. Munka vagy tanulás? Ezek közül választhatnak a munkaképes fogvatartottak a hazai büntetés végrehajtási intézetekben. Vannak, akik a tanulás mellett dolgoznak is, de általánosságban elmondható, hogy aki általános, középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytat, ők csak erre a feladatra koncentrálnak. Tájékoztatta televíziónkat Orosz Zoltán szóvívő. A bizonyítványban semmiféle utalás sem szerepel arról, hogy a vizsgázó képesítését mint elítélt szerezte. A börtönben felsőfokú tanulmányok folytatására is lehetőségük van az elítélteknek. Elsősorban a nagyítélettel rendelkező fogvatartottak végeznek felsőoktatási tanulmányokat. Van, aki főiskolai, és van, aki egyetemi képzésen vesz részt. A legnépszerűbb szakoknak a teológus és az informatikus könyvtáros számít, de a közelmúltban sokan választották a kommunikációs vagy a művelődés szervező képzéseket is. Az idejében szeptember elején ugyanúgy, mint a civil életben és valamennyi iskola tantermében, a börtönökben és a büntetésvégrehajtási intézetekben is megszólalt az első csengő, ami a 2018-19-es tanévet jelezte. A hazai börtönökben majdnem 800 fogvatartott kezdte meg az általános iskolai, több mint 1100 a középiskolai tanulmányait, és 24 fő jelentkezett felsőfokú tanulmányokat szeretne folytatni. Ezek mellett több mint 1300-an szakképzésben is részt vesznek az országban. Az általános, középiskolai és felsőfokú tanulmányokon túl szakmákat is tanulhatnak a fogvatartottak. Országos átlagban a fogvatartottak ötöde tud elsősorban valamilyen hiányszakmát tanulni, ilyen például a szobafestő, mázoló, tapétázó, a szakács vagy a villanyszerelő és a heggesztő is. Képzéseket egy fix létszámmal indítanak az intézetekben, így nem minden esetben tud mindenki tanulni, de minden munkaképes fogvatartott jelentkezhet. Az oktatások minden esetben az intézeteken belül zajlanak, nappali, esti, illetve levelező tagozaton, államilag finanszírozott formában, a nemzeti alaptanterben megfogalmazottak alapján. Hasonlóan zajlik, mint kint a civil iskolákban. Ugyanúgy a tanulóknak, idézőjelben mondom tanulók, tehát a fogvatartott tanulóknak órakezdésre bent kell lenni a tanteremben, hiszen valamennyi börtönben van kialakítva tanterem. Külsős tanárok járnak be, és ők oktatják a elítélteket. Ugyanúgy van nekik házi feladat, ugyanúgy fel kell készülni a következő tanórára. Témazáró dolgozatokat, akár rövid dolgozatokat is írniuk kell, illetve meg kell felelniük valamennyi követelménynek, és órai feladatok is vannak. Annyi a különbség, hogy itt természetesen a
talán fogva tartottak. Ők úgynevezett rabruhában ülnek a padsorokban. Kislétámú osztályok vannak, ezért azt tudom mondani, hogy egyébként ez így sokkal hatékonyabb, mint hogyha nagyobb létszámmal oktatnánk őket. A fogvatartottak iskolai végzettsége mindenhol a világon alacsonyabb a társadalmi átlagnál. Sokan vannak itthon is olyanok, akik még az általános iskolát sem fejezték be. A büntetés végrehajtási szervezet az alapfokú oktatás általános biztosításával, a szak és betanított képzések elérhetővé tételével növeli a fogvatartottak szabadulás utáni elhelyezkedésének esélyeit, de az iskolai oktatás hiányosságainak csökkentésével potenciálisan a visszaesés lehetőségét is csökkenti. A biztonságos kerékpározás és a közlekedési szabályok megismertetését szolgálja, azaz új KRESZ tanpálya, amelyet Nyíregyházán adtak át. A 4,6 millió forintból a rendőrség szakmai koordinálásával kialakított pályával befejeződött a Krúdy Gyula utcai sportpálya 2015 óta tartó fejlesztése. 3, 2, 1, start! Hazák Zoltán általános iskola diákjai mérték össze közlekedési tudásukat elsőként az új nyíregyházi KRESZ tanpályán. A gyermekek számára készített pálya alkalmas a biztonságos kerékpározás és a közlekedés szabályainak megismertetésére. Rengeteg dolog van, ami a közúton is lehet találkozni vele, és szerintem ez a pálya sokban fog segíteni, például a kisebbeknek, akik még eddig nem voltak közúton. A tanpályára útburkolati jeleket festettek fel, valamint a gyermekek számára készített közlekedési táblákat is kihelyeztek. A 4,6 millió forintos beruházásban a nyíregyházi rendőrkapitányság nyújtott szakmai segítséget. Itt azért, amint látszik, útkereszteződéseket és különböző közúti szituációkat állítottunk keresztűzbe, tehát egy elsőbségadásos, körforgalmas, mindenféle ráhajtásos, fordulásos feladatokat mindenképpen végre lehet hajtani. Van hozzá elég tér, hogy ügyességi feladatokat is, tehát a jármű biztonságot is elsajátítsák, és nyilvánvaló, hogy azért egyfajta közösségfejlesztő szerepe is lesz ennek a pályának, bízom benne. A tanpálya a város nagyobb, a kerékpározás támogató beruházásaiba is szervesen illeszkedik. Fontosak a kerékpárutak, és fontos ez a KRESZ pálya is, hiszen ez azt a célt szolgálja, hogy a biztonságos kerékpározást erősítsük, baleseteket csökkentsük. Jelentősen nőttek a kerékpárutak hossza, további fejlesztéseket valósítunk meg, az idén elkészül egy-két héten belül a Sortóhegyet bekapcsoló bővítés, illetve a Nyírpazonyig teljesen felújítjuk a kerékpárutat, indul majd a Borbányát bekapcsoló kerékpárút, és nagyon örülök neki, hiszen a város képét pozitívan változtatta meg, hogy ennyi kerékpáros, ennyi biciklis van Nyíregyházán. A tanpálya kialakításával befejeződött egyúttal a Krúdy Gyula utcai sportpálya 2015 óta zajló fejlesztése is, amelynek során felújították a labdarúgópályát, újjáépítették a futópályát, kondiparkot alakítottak ki, valamint korszerű LED-világítást szereltek fel. Pénteken rajtol a bajnokság a férfi kézilabda NB1B-ben. A nyíregyházi KC a Nyitányon a Debrecen fogadja. Bécsi János megfiatalított együttese az 5.-8. hely valamelyikét célozza meg a keleti csoportban. Július végén kezdte el a felkészülést a másodosztályú nyíregyházi férfi kézilabda csapat, amely az edzőmeccsek mellett több tornán is részt vett az elmúlt hetekben. Mivel jó néhány fiatal játékos is csatlakozott a kerethez, időre lesz szükség ahhoz, hogy összeérjen a csapat. Az első tétmeccset minden esetre sikerrel vívta meg az NKC, a Magyar Kupában az osztálytárs Uzdal szemben lépett tovább Bécsi János együttese, amely a bajnoki rajton a Deacot fogadja. Reményeim szerint mindenki van egy egészséges bajnoki ránc a kezdés miatt, és egyrészt, másrészt pedig azért, hiszen a Debrecen fogjuk fogadni, ez mindig egy jó mérkőzésnek ígérkezik, és azért mindenkiben úgy gondolom, hogy kell egy kis feszültség, kell egy kis druk. A felkészülés, amit terveztünk, azt úgy gondolom, hogy meg is tudtuk valósítani, szerencsére kisebb sérülések hátráltattak csak bennünket, és ezért azt mondom, hogy helyek közel mindenki meg tudta azt a munkát csinálni, amit kitűztünk. Bizakoró vagyok. Egyrészt azért, mert hazai környezetben vagyunk, hazai pályán fogunk kezdeni, másrészt a Debrecen egy hasonló képességű, hasonló tudásból és játékosokból álló csapat. Én bízok abban, hogy hazai környezetben egy jó rajtot tudunk venni majd. A korábbi évekkel ellentétben a nyíregyházi csapat ezúttal nem a dobogót célozza meg.
Ebben a bajnokságban nagyon vérmes reményeink most nem lehetnek, tehát dobogós álmokat nem szövünk, az messze távolba derenkedt föl. Én azt mondtam, hogy a középmezőnyt próbáljuk megcsípni, annál abból is kifolyólag, mert tényleg 6-7 fiatal játékos került most föl a felnőtt keretbe, és őket próbáljuk beépíteni. Felnőttekből kevesebb van, rájuk nagyobb teher és feladat hárul. Én szeretném azt, hogyha a középmezőnyt meg tudnánk csípni, tehát ez a 5. és a 8. hely közti pozíciót lőttük be. Természetesen, hogyha előrébb végzünk, attól nem leszek szomorú és nem leszek bosszus, de én úgy gondolom, hogy per pillanat ez a realitás. Nagyon erős lesz a keleti csoport, minden csapat erősödött, a kieső csapat is, az Orosháza szeretne visszajutni, illetve egy csapattal kevesebb van most az NB1B-be, onnan is a csapatok elszipkáztak játékosokat. Én úgy gondolom, hogy elég erős és kiegyensúlyozott mezőny lesz. A nyíregyházi KC-Debrecen mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. A további párosítása következő: Kecskemét-Orosháza, Békés-Balmazújváros, Algyő, Pleyer-Budapest, Törökszentmiklós-Ózd és Balassagyarmat-Mizse-KC. Szombaton Nyíregyháza ad otthont az országos streetball sorozat idei utolsó előtti rendezvényének. A Kossuth téren és környékén kialakított 12 pályán a klasszikus utcai kosárlabdában, illetve a már olimpiai sportágnak számító 3x3-ban mérhetik összetudásukat a csapatok. A sportág teremben űzött változatának bajnokságai hamarosan elkezdődnek, a szabadtéri szezon viszont már a végéhez közeledik. Az Adidas streetball sorozat május végén Kőbányán rajtolt, azóta még 6 város adott otthont a rendezvénynek. Szombaton utolsó előtti állomásként a nyíregyházi Kossuth téren és környékén rendezik meg a Kosaras Fesztivált. A korábbi évekhez képest változás jelent, hogy a klasszikus streetball mellett a 3x3-as kosárlabdában is összemérhetik tudásukat a csapatok. Két részre osztanám a rendezvényt, 23 év alattiakra és 23 év felettiekre. A 23 év alattiak B33-as rendszerben játszanak, 23 év felettiek, illetve 35 év felettiek klasszikus kosárlabda streetball bajnokságban indulnak. Minden korosztályra váljuk a nevezéseket. A streetball honlap oldalán lehet nevezni, online, illetve a Nyíregyháza oldalán lehet nevezni, e-mailben. A hagyományokhoz híven ezúttal is lesz egy centerpálya, a meccsek mellett zsákolóversenyre és dobóversenyekre is nevezhetnek a kosarasok. A Nyíregyháza Blue Sharks bemutató mérkőzésén pedig pályára lép majd az U18-as 3x3-as Európa-bajnok Mokánszky Máté is. 10-12 pálya szokott lenni, illetve a centerpálya. A játékok mellett lesznek még dobóversenyek, zsákolóversenyek, illetve a Blue Sharks is fellép egy bemutató mérkőzéssel. A mérkőzések szombat reggel 9 órakor kezdődnek, és az induló csapatok számától függően valamikor a délutáni órákban érnek véget. A győztes együttesek bejutnak az országos döntőbe, amelyet szeptember 22-én Budapesten a Magyar Kosárlabdázás napján rendeznek meg. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A gazdasági válság korábban megviselte az autópiacot is, azonban az új autók eladása ismét a 2008 előtti szinten van. Csak idén, augusztusban jelentősen 45%-kal, közel 13 ezer darabra emelkedett a forgalomba helyezett új autók száma az egy évvel korábbihoz képest Magyarországon, és csak az év első 8 hónapjában közel 96 ezer új személyautó kelt el. Így több mint 30%-kal nőtt az új autók eladása idén tavalyhoz képest. A beregi tájgazdálkodási és vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztésének célja, hogy optimális területhasználat mellett a tájgazdálkodás és a természetvédelem érdekében meg tudják tartani a vizet a térségben. Ez segítséget nyújt majd a mezőgazdaságból élők számára az öntözőrendszerek fejlesztésével, valamint hasznos a bereg védett élővilága számára is. A műszaki munkák befejeződtek, a projekt zárása októberben várható. A büntetés végrehajtási szervezet az alapfokú oktatás általános biztosításával, a szak és betanított képzések elérhetővé tételével növeli a fogvatartottak szabadulás utáni elhelyezkedésének esélyeit. A magyar börtönökben a fogvatartottak közül évente átlagosan mintegy 2500-an szereznek valamilyen iskolai végzettséget vagy szakképzettséget. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 13-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra!
Folytatódik az átlagosnál melegebb időjárás. Időjárásunkat eleinte döntően anticiklon alakítja, majd pénteken a délutáni esti órákban egy hidegfront közelíti meg a Kárpát-medencét. Az előttünk álló éjszaka fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem várható, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. A délutáni esti óráktól helyenként már előfordulhat záporeső. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Szombaton a Kárpát-medence területén feloszló gyenge hidegfront elszórtan záporokat, zivatarokat okozhat, majd a gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Vasárnap és a jövő héten újból anticiklon, leszálló légmozgás lesz az uralkodó, a napsütés csupán kevés gomoly, illetve fátyol felhő zavarhatja. Csapadéknak kicsi az esélye, továbbra is nyáriasan meleg időre van kilátás.